Együttműködési megállapodást kötött pénteken a Baranya megyei kormányhivatal és a Nemzeti Agrárkamara. Az agrárvidékfejlesztés hatékonyságát segíti mostantól az együttműködés. Az eseményen részt vett a területért felelős államtitkár is. Ennek a megállapodásnak, együttműködésnek a lényeg az, hogy az eddig is jól együtt dolgozó intézmények között egy még inkább szakmaibb és még inkább közvetlenebb munkakapcsolat jön létre, segítve ezzel elsősorban a mezőgazdasági vállalkozásokat. Ezen kívül pedig egy olyan vidékfejlesztési programról szóló tájékoztatás hangzik el a vállalkozások számára, amely összefoglalja a vidékfejlesztési program eddigi eredményeit, és egy pici kitekintést nyújt, hogy 2020 utáni időszakban mire lehet számítani. Az agrárvidékfejlesztés jövőjéről az államtitkár beszélt az aláírás után. A kormányzat célja, hogy egy olyan gazdaságilag erős és kiváló életkörülményeket biztosító vidéki Magyarország alakuljon ki, ami vonzó a fiatal szakembereknek is. Így itt építhetnek ki maguknak egzisztenciát, alapíthatnak családot.